teszi középre, Sajbán kezére pattant a labda valakinek, és az MTK játékosnak, Hely Viktor kezére pattant a labda. 11-es az a Legerszeg javára, pedig megnézzük gyorsan. Jön a beadás, hát azért mondtam elsőre, hogy valakinek, mert ugye ott volt Sajbán karja is, szóval melyikőjük ért hozzá, szerintem mind a kettőjük kezén végig gurul a labda. 49. perc, még mindig az első félidő. Tajti nagyon higgadtan a bal alsóba. 2-1 az a Legerszegnek. Tajti 11-esből szerzett góljával újra előny az Eténél, és alig, hanem így mennek majd szünetre a csapatok már.